A Riói olimpiai játékokon csütörtökön Berec Zsombor szolgáltatta a legkellemesebb magyar meglepetést, aki kitűnő szereplése miatt összetettben feljött a harmadik helyre hajóosztályban. Bár a vitorlás szakmában jártasak nagyon nincsenek meglepve Berec eredményein, a játékok történetében Magyarországnak eddig egyetlen érmet sikerült szereznie, így egy dobogós hely könnyen az Olimpia egyik legkellemesebb meglepetése lenne. A szörfösöknél Csolnoki Sára a 22., Gádorfalvi Áron pedig a 28. kilenc futamot követően. Cselászló és Hosszú Katinka is kiharcolta a döntőbe jutást az esti programban. Így a pénteki napon egymást követően döntőzik Hosszú Cseh és Kapás Boglárka. Hosszú Katinka országos csúccsal az elődöntőben a legjobb időt úszva jutott be a 200 méteres hátúszás szombaton hajnalban kezdődő döntőjébe a Riói olimpián. Cselászló 100 méter pillangón a negyedik idővel jutott a szintén szombat hajnalban kezdődő fináléba. A csütörtök esti programban négy döntőt is rendeztek. Most már biztos, hogy Michael Phelps minden idők legeredményesebb olimpikonja, aki sorozatban negyedszer nyerte meg a 200 méteres vegyes úszást, és ezzel megszerezte a 22. aranyérmét. A Simon Béla Juhász Adrián férfi kormányos nélküli kettes kilencedik lett az összesítésben, mivel harmadikként haladt át a célvonalon a B-döntőben. A csütörtöki versenynap legjobb eredménye a tatamin született. A kétszeres Európa bajnok cselgáncsozó Jó Abigail ugyanis a hetedik helyen végzett. Az Európa bajnok magyar női vízilabda válogatott a második fordulóban 11 tízes vereséget szenvedett a spanyol csapattól. Tollas labdában vereséggel kezdte meg a szereplést Sárosi Laura, míg sportlövészetben Miskolci Julianna képviselte a magyar színeket, a 22. helyen zárt. A csütörtöki nap a szerb sportolók számára szinte szabad számított. Csak két sportágban versenyeztek. Az evezősök szálltak vízre, Milos Vászic és Nenád Begyik, valamint a céllövők próbálkoztak bejutni a döntőbe. Utóbbiakat éremesélyesnek tartották, azonban Ivana Andjusic Maximovic a londoni olimpia egyik érmese, és Andrea Arsovic lecsúszott a döntőről.